sújtandó jogsértésekre is. A pontrendszer szigorításának eredményeként elérhető, hogy a járművezetési jogosultság szüneteljen akár két kiemelt és egy kisebb súlyú szabályszegés miatt, ahogyan azt államtitkár úr is megjegyezte az imént. Az ittas vezetés szabálysértési alakzatát megvalósítandó magatartás 2011. július 1-től közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésé alakul, ezért a rendőrségi törvényben előállítási okként kell meghatározni a közigazgatási eljárásban történő mintavételt, valamint azt, hogy a hatóság az érintettet együttműködése hiányában is a mintavétel tűrésére kötelezhesse. A szabálysértésnél az eddigi 1-5 helyett 1-8 pont, gondatlan bűncselekménynél az eddigi 6 helyett 9, szándékosnál 9 helyett 11 pont kerül meghatározásra. Új elemet képeznek a közigazgatási bírság esetében alkalmazható pontszámok, amelyek igazodva a szabálysértésekhez 1-8 pont között kerültek meghatározásra. Az egyes jogsértésekhez kapcsolódó pontok számát kormányrendelet határozza meg. Mindazzal kiegészítve tehát, amit államtitkár úr elmondott, általános vitára alkalmasnak tartom a törvényjavaslatot, és azt javaslom a háznak elfogadásra. Köszönöm szépen. Megkérdezem a képviselők közül, ki kíván szólni. Egy bejelentkezőt látok egyelőre, Göndör István képviselő úr, jegyző úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Az esti órára való tekintettel tekintsen el, kérem attól, hogy tételesen a négy törvénynek a nevét, számát elmondjam, mert hiszem, hogy a fél szavakból is értjük egymást. A mi frakciónk is támogatja ezt a négy törvény javaslatból álló módosítást. Különös tekintettel, és az ittas vezetést hadd emeljem ki először, tapasztalható, hogy már van csökkenés, tehát a korábbi évek intézkedéseinek az eredményeként már van csökkenés, de még mindig számottevő, még mindig kimutatható, hogy balesetekben bizony az ittas vezetés gondot okoz, vagy egy-egy hétvégi ellenőrzés, vagy ünnepek körüli ellenőrzésnél milyen nagy számban, tehát százas nagyságrendben akadnak fenn emberek a szűrőn. Tehát azt gondolom, hogy helyén való, hogy itt tovább szigorítsuk a szabályokat, és elfogadhatónak tekintem azt is, miután személyesen is tapasztaltam ilyet, hogy legyen lehetősége a rendőrnek arra, hogy azt mondja, hogy előállítja a mintavételre. Azokkal a korszerűbb eszközökkel, amelyek ma már a rendelkezésére állnak a rendőrségnek, tényleg megnyugtatóan bárki vállalhatja ezt, és megtehet, és meggyőződhet arról, hogy nincs ilyen problémája. Tehát közös érdekünk a közbiztonság, közlekedési biztonság fejlesztése. A pontrendszer is, erre emlékszik államtitkár úr is, hosszú évek alatt és többször módosult, változott. Azt gondolom, hogy nekünk, országgyűlési képviselőknek és a kormánynak itt azonos az érdeke, hogy időnként felülvizsgáljuk a korábbi törvényeket, vagy törvényjavaslatokat, és értékeljük, hogy azok beváltották a hozzájuk fűzött reményt, vagy se. Tehát ilyen szempontból ezekkel a pont emelésekkel is egyetértünk, mert valószínű, hogy ebbe az irányba segít. Szóval jó tapasztalat van a gyorshajtással kapcsolatban is, ahogy szigorodtak a feltételek, egyre inkább csökken a gyorshajtók száma, és így az ebből fakadó baleset is. A közigazgatási bírság és a pont kapcsolatrendszerről nem kívánok beszélni. Mondhatnám azt, hogy ez egy jogharmonizáció, már következik abból, ami történik a másik törvényjavaslatokban. A személy- és vagyonvédelem kérdésénél ezt is elfogadjuk és támogatjuk, hogy ha valaki téves riasztás, inkább egyszerűen azt mondom, hogy ez a rész az, ahol mi egy kicsit tovább mentünk volna, hogy azok, akik a rendőrségnek többletköltséget okoznak, azokon ezt lehessen számon kérni, lehessen tőlük ezt behajtani. Engedjenek meg itt egy pikírt mondatot is, szóval aki kordont bont, az is többletköltséget okoz a rendőrségnek. Tehát erről is érdemes lenne majd szót váltani.
Ezzel együtt még egyszer megismétlem, hogy a frakciónk támogatja ezt a négyes törvénycsomagot. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem látok több jelentkező képviselőt, megkérdezem államtitkárulat, hogy kíván-e az elhangzott bizottság és egyszem képviselői mondandóra válaszolni. Kontrát Károly, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Én abba bízom, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása esetén, tehát ennek a négy törvénynek a beterjesztett módosításának az elfogadása esetén a hatályba lépésüket követően ezek a szabályok, ezek az új szabályok hozzájárulnak ahhoz, hogy a közlekedés biztonság, de pontosabban fogalmaznék, a közlekedők biztonsága javuljon. Úgy gondolom, hogy ez közérdek, ebben nem tudunk soha eleget tenni, ebben mindig többet kell tennünk, mint amit ma tettünk. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan törvényjavaslat, amelyet mindenki támogathat, és köszönöm szépen a támogató nyilatkozatot. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ezennel az általános vitát lezárom, módosító javaslat nem érkezett, így a következő ülésünkön részletes vitára nem kerül sor, szavazást fogunk majd tartani erről. Megyünk tovább, tisztelt országgyűlés, soron következik a MOL, Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzs részvényeinek magyar államjavára történő megvásárlásának jóvágyásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2011. évi 169-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslat együttes általános vitája. H/34/90-es és T/34/89-es számon ismerhették meg az erőterjesztéseket. Most az együttes erőterjesztői expozéra kerül sor. Megadom a szót Felegi Tamás miniszter úrnak 20 perces időkeretben. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az önök előtt lévő előterjesztés a magyar állam és az orosz Szurgutneftgáz által 2011. május 24-én aláírt adásvételi szerződés jóváhagyásáról szól, amelynek keretében a magyar állam visszavásárolja a MOL 21,2%-nyi részvénycsomagját. Kezdjük a száraz tényekkel. Először április 12-én találkoztam Vlagyimir Bogdanov úrral, a Szurgutneftgáz vezetőjével. Ezt követően több tárgyalási fordulót tartottunk, személyesen és telefonon is. A megállapodás végső szövegezése május 16-án került elfogadásra, és a kormánydöntést követően 24-én írtuk alá a szerződést Budapesten. A szerződés szerint a részvénycsomagot teljes egészében visszavásároljuk, a nemzeti üzleti gyakorlatban szokásos módszertan szerint, a megállapodást megelőző 3 hónap átlag árfolyama szerinti értéken. Ez 22.400 forintos részvényárfolyamot jelent, ami euróban kifejezve 1.880.000.000 eurós vételárat, napi árfolyamon kb. 500 milliárd forintot jelent. Olyan szerződést írtam alá a kormány felhatalmazása alapján, amely világosan tartalmazza, hogy a magyar állam kötelezettségvállalásának, és így az adásvételnek magának is jogi előfeltétele a Magyar Országgyűlés jóváhagyó határozata és a költségvetési törvény módosítása. Tisztelt Országgyűlés! A kormány megalakulása óta arra törekszik, hogy a nemzeti érdekeket szem előtt tartva a stratégiai nemzetgazdasági ágazatokban helyreállítsa vagy megerősítse az állam tulajdonosi szerepét. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez milyen jelentőséggel bír az energiaszektorban. Az energiaellátás biztonsága, Magyarország és a régió energiafüggőségének csökkentése nem csak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági, kül- és geopolitikai cél is. Nem lehet tehát egyszerű adásvételi logika szerint megítélni a lépést. A döntés helyességét különös hangsúllyal támasztják alá az elmúlt hetek energiapiaci fejleményei. Először is az elmúlt hónapok észak-afrikai politikai eseményei az energiaellátásban fontos szerepet játszó országok elhúzódó politikai instabilitása rámutatott mind az energiapiacok, mind a hazánkhoz hasonlóan energiafüggőségben lévő országok potenciális sérülékenységére. Másodszorban a német kormány döntése, hogy 2022-ig kivezetik az atomenergia termelést Németországban, jelentősen növeli egész Európa, de különösen a közép-európai régió gázfüggőségét, és ezen belül az Oroszországtól és Ukrajnától való függőségét. Természetesen ez Magyarországra is kihat, még ha nem is olyan mértékben és oly közvetlenül, mint Németország szomszédaira.
Éppen ezért a kormány kiemelt gazdaságvédelmi feladatának tekinti, hogy a stratégiai energetikai vállalatokban megtartsa, illetve megteremtse tulajdonosi pozícióját. Ebben az összefüggésben is fontos, hogy a magyar állam visszaszerezte a stratégiai tulajdonosi pozícióját a MOL-ban, amely a hazai energiapiac kulcsszereplője és meghatározó szerepet tölt be a közép-kelet-európai régióban. Tisztelt Ház! Az energiapiac felelőtlen és elsietett privatizációja, majd torz liberalizációja, valamint a 2002 utáni szocialista kormányok döntése az államnak a MOL-ból való teljes kivonulásáról kiszolgáltatta a lakosságot, a vállalati szektort, a magyar közérdeket, a külföldi vállalatok döntéseinek. Magyarország azon ritka, mondhatni csodabogár országok közé tartozott mindez idáig Európában, ahol az államnak nem volt tulajdonosi szerepe a gáz- és olajipari infrastruktúrában, és az ország hosszú távú gázellátási szerződése két külföldi vállalat megegyezésétől függ. Az MVM csoport megjelenésével a gázenergiapiacon, valamint a MOL-ban megszerzendő stratégiai tulajdon radikális változást jelent ebben a helyzetben, és jelentős lépés azon az úton, hogy a nemzeti érdeket, a lakossági és vállalkozói érdeket megfelelő súllyal jelenítsük meg a legstratégiai gazdasági politikai ágazatban. Törekedni fogunk arra is, hogy javítsuk az ország pozícióját a hosszú távú szerződés területén is. Tisztelt Országgyűlés! A tranzakció az IMF-től már lehívott és el nem költött hitelből valósult meg. Ezt az államadósság kezelő központ az MNB-nél tartja a devizabetétként. Így módon ez az összeg beleszámít ugyan a devizatartalékba, de a devizatartalék túlnyomó többségével ellentétben e fölött a kormányzat rendelkezik. Ahogy a Valutaalap magyarországi képviselője is megerősítette, a Nemzetközi Valutaalap által nyújtott hitelcsomag lehívott része nem elkülönített pénz, hanem szabadon felhasználható, felhasználásra nem szab feltételeket az IMF. A hazai elszámolási szabályok előírják a részesedés vásárlás költségvetési kiadásként történő számbavételét. A benyújtott törvényjavaslat ennek megfelelően a nyilvánosság számára átlátható módon jeleníti meg a MOL részvények költségvetési elszámolását a kiadási oldalon. A részvénycsomag megvásárlásáról kötött megállapodás a 2011. évi költségvetési törvény módosításának hatályba lépését követően realizálódhat, mivel a vételár kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a kiadási előirányzat rendelkezésre áll. Szeretném ismét megerősíteni, hogy a részvények visszavásárlása az Európai Unió módszertana az Eurostat számításai szerint nem növeli a költségvetési hiányt. Tisztelt Országgyűlés! Az eddig elmondottak remélem meggyőzték Önöket arról, hogy a magyar kormány jókor, jót és jó áron vásárolt. A megállapodás egyszerre enyhíti hazánk és a régió energiafüggőségét, oldja meg a magyar-orosz kapcsolatokat terhelő helyzetet, erősíti meg a MOL stratégiai vállalat jellegét, növeli Magyarország regionális mozgásterét, mindenek előtt pedig gyarapítja a nemzeti vagyont. Meggyőződésem, hogy ez az adásvétel kiemelt politikai és gazdaságtörténeti jelentőségű esemény is. A 80-as évek második felében megindult spontán privatizáció kezdetei óta először fordul elő, hogy az állam a közjó érdekében visszavásárol egy jelentős vagyonelemet. Vannak, akik szerint az 1,88 milliárd euró ezért magas ár. Nekik az a válaszom, hogy a megállapodás megkötésekor a MOL részvények piaci értéke ennél 10%-kal magasabb volt. A legutóbb megjelent részvényelemzések átlagos cél árfolyama 26.700 forint körül van, amely nagyságrendileg azonos az ármegállapodás idején megjelent elemzésekkel, és 2,3 milliárd euró körüli vételárnak felel meg. Van azonban olyan előrejelzés, amely 28.000 forint körüli részvényárfolyamot is elképzelhetőnek tart a MOL esetében a következő 12 hónap folyamán. Ez a pénz tehát nem veszett el, és nem is luxus beruházás. Pénzt cseréltünk tulajdonra, méghozzá olyan tulajdonra, ami osztalék formájában hasznot termelhet, méghozzá most már a magyar költségvetés számára. Nézzük meg azt is, mit vásároltunk. A MOL csoport Közép-Európa egyik vezető nemzetközi integrált olaj- és gázipari vállalata, működése 40 országot érint Európában, a Közel-Keleten, Afrikában és a FAK tagállamaiban.
A MOL csoportban 32 ezer munkavállaló dolgozik világszerte, a vállalat piaci kapitalizációja 2011 április végén meghaladta a 14 milliárd amerikai dollárt. A MOL csoportban 5 kőolajfinomító található Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban és Olaszországban. A MOL több mint 1600 töltőállomást üzemeltet Közép- és Dél-Kelet-Európában, valamint 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata az FGL ZRT révén működteti az 5800 km hosszúságú, magas nyomású földgázvezeték rendszert Magyarországon. A MOL jelenleg 7 országban folytat szénhidrogén kitermelést, és 13 országban végez kutatási tevékenységet. Tisztelt elnök úr! A kormány úgy döntött, hogy az adásvételt a nyilvánosság előtt fogjuk lebonyolítani. A kormány vagyongazdálkodását a hatékonyság növelése, a transzparencia, a számonkérhetőség jellemzi, éppen ezért ez a megállapodás sem tartalmaz nem publikus elemeket, üzleti titkokat. Ennek bizonyítékaként az eredeti és egyetlen adásvételi szerződést nyújtottuk be az országgyűlésnek a meghozandó határozata mellékleteként. A jelen megállapodás a magyar állam részéről akkor válik kötelező erejűvé, ha a jelenlévő országgyűlési képviselők többsége elfogadja ezt, a tranzakciót pedig augusztus 31-ig kell lebonyolítani. Ehhez kérem a tisztelt országgyűlés támogatását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Miniszter urat követően Költségvetési Bizottság álláspontjának és a kisebbségi vélemény ismertetésének a lehetősége következik 5-5 perces időkeretben. Először megadom a szót Dancsó József képviselő úrnak, a bizottság többségi véleményének előadójának. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A Számvevőszék és Költségvetési Bizottság a mai ülésén tárgyalta összevont napirendi pontként mindként törvényjavaslatot, és miniszter úr expozéjában említett tényeket örömmel és megmutató módon vette tudomásul. Bár a bizottság ülésen jelentős vita alakult ki a MOL részvények adásvételével kapcsolatosan, de meg kell állapítani, illetve meg kellett állapítani, hogy ezen vita nem elsősorban a tranzakcióhoz, hanem túlterjeszkedő módon egész más dolgokhoz és a témához nem feltétlenül hozzátartozó kérdések körül zajlott, ezért én ezzel a kérdéskörrel nem is szeretnék foglalkozni a többségi bizottsági vélemény megfogalmazásakor. Ezt nyilván majd Veres képviselő, mint a kisebbségi vélemény tolmácsolója külön fogja hangsúlyozni. A legfőbb megállapítások talán részben expozőt is megismételve, de talán nem eléggé hangsúlyozva, azt kell mondanom, hogy hosszú-hosszú idő után örömmel állapíthatta meg a bizottságunk valamennyi tagja is, hogy az 1980-as évek után végre nem állami vagyon értékesítéséről, eladásáról szólnak a hírek, hanem az állami vagyon gyarapításáról, növeléséről, és olyan formában, amely átlátható, és a nyilvánosságot megszemenőkig tájékoztató és bevonó gazdaságpolitikai döntéshozatal mentén, amely úgy gondolom, hogy valamennyi az ország lakosa számára egyértelmű és világos helyzetet teremt, akkor, amikor a kormány a parlament elé benyújtotta az adásvételi szerződés tervezetét, az, amely akkor fog hatályba lépni, amennyiben az országgyűlés ezt elfogadja, és július 15-ig azok a jogi aktusok, amelyek meg kell, hogy történjenek az adásvételi szerződésben is foglaltak alapján, megvalósulnak. Ez úgy gondoljuk, hogy világos és egyértelmű képet vetít mindenki elé, azt, hogy milyen áron, milyen feltételekkel, milyen közreműködő bank bevonásával, hány részvényről, milyen jogosítványokat ad ez a részvénypakett és csomag, kik az aláírók, és azon túlmenőleg kit lehet kijelölt vevőként meghatározni a magyar nemzeti vagyonkezelő jóvoltából az aláírásra jogosult miniszter úrnak. Tehát minden lényeges kérdés ebben a megállapodás tervezetben, megállapodásban benne foglaltatik. Azon képviselőtársaink, akik vették a fáradtságot és elolvasták, azok meggyőződhetnek arról, hogy ez egy körültekintő, és minden apró részletre kitérni igyekvő szerződésről ad képet. E tekintetben is az látszik, hogy hosszú, kemény, előzetes munka előzte meg ezen szerződésnek a létrejöttét, hiszen számtalan pontban kellett
úgy vélem, hogy véljük egyeztetni, megállapodásra jutni az orosz féllel, hogy ez a szerződés tervezet elkészüljön, elkészülhessen, és valamennyi képviselőtársunk számára megismerhető legyen. Ez úgy gondolom, úgy éreztük a bizottság kormánypárti képviselői, hogy mindenképpen példaértékű az, hogy itt az országgyűlés nagy plénumán keresztül mondhatja el mindenki és fejtheti ki a véleményét. Nem mindig volt ez mindig így, és úgy gondolom, hogy ez egy követendő példa ilyen nagy horderejű kérdések az ország gazdaságpolitikáját, illetve jövőjét érintő stratégiai kérdések meghozatalakor, illetve eldöntésekor. Természetesen a költségvetési törvény módosításával is ez együtt jár, hiszen a magyar szabályok szerint végig kell vezetni a költségvetésen keresztül az erre a tranzakcióra szánt és fordítandó összegeket. Gyakorlatilag ez egyfajta technikai kérdés, de mindenképpen meg kell teremteni a fedezetet arra, hogy a pénzügyi tranzakciót el lehessen végezni. Gyakorlatilag a költségvetési, ez évi költségvetési törvény módosításában ilyen szempontból ez fog megtörténni, és ahogy miniszter úr is jelezte, és hogy mi is megállapítottuk a bizottsági ülésen, hogy végigvezettük, ez ugye nem érinti az általános Európai Uniós statisztikákban a költségvetési hiánynak a módosulását, hiszen ez a devizetartalékok között ott van, és a kormány határozhat fölötte. A magyar szabályok szerint érinti viszont, és ez van keresztülvezetve, de gyakorlatilag ez a hiányszámot nem módosítja már, amint az Európai Unió figyelemmel kísér. Mindezek alapján a Költségvetési Bizottságban a kormánypárti képviselők szavazat alapján elfogadásra javasoljuk a két törvénytervezetet. Köszönöm szépen. Ahogy Dancsó úr bár beharangozta, kisebbségi vélemény előadója Veres János képviselő úr. Ugyancsak 5 percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A bizottság kisebbségi véleményeként elsőben három kérdéskörben fölmerült aggályokról kell szólnom. Elsőként egyik benyújtott indítványhoz se tem a költségvetési törvény módosításához, sem pedig a határozathoz, országgyűlési határozati javaslathoz nem került olyan melléklet benyújtásra a Költségvetési Bizottságnak, amely számszerű megalapozását adta volna a költségvetési törvény módosításnak, illetve az országgyűlési határozati javaslatnak. Miután általános gyakorlat az a Fidesz által elfogadott jogalkotási törvény is előírja, hogy a költségvetési törvény módosítás azért be kellett volna nyújtani, ezért ezt hiányolták az ellenzék részéről több hozzászóló is. A második kérdéskör az egy sok kérdésből álló vita volt, nevezetesen miniszter úr bizottsági meghallgatásán már utalt rá szóban, majd pedig két írásbeli kérdés sorra is írásbeli válaszként június 9-i dátummal azt a választ adta, hogy a tranzakcióval kapcsolatos valamennyi információ, és hogy szó szerint idézném, ahogy a bizottság ülésen is tettem azt, miniszter úr válaszát, a határozati javaslat parlamenti vitájában a kormány a legteljesebb nyilvánosság előtt ad minden részletre kiterjedő és alapos tájékoztatást az országgyűlés, és így képviselő urak számára is. Na most én felolvastam a bizottság ülésen mintegy 10 kérdést, amelyre nem kaptunk a bizottság ülésen választ. Az előterjesztés nem tér ezekre a kérdésekre, és itt most azt vártam, és azt várom most is, hogy ebben a parlamenti plenáris vitában ugyanakkor a miniszter úr ki fog térni ezekre a kérdésekre. Ezek közül a kérdések közül kettőre tért ki a szóbeli expozéban, azt gondolom a többire pedig majd a vita során el fogom mondani, hogy milyen kérdések voltak azok, amik fölmerültek. Alapvetően egyébként abban a kérdéskörben merültek fel a kérdések, illetve az elmaradt válaszok, miszerint a költségvetés vajon hogyan érinti ez a tranzakció? Nem a vétel önmagában, hiszen miniszter úgy fogalmazott most a szóbeli expozéban például, hogy hasztot termel majd a költségvetés számára ez a befektetés. Na most senki nem tudott a jelenlévő kormány képviselők közül arra nézve semmilyen választ mondani, hogy vajon mi alapozza meg ezt a feltételezést. De ezt a kijelentést milyen számszerű számítás, milyen logika alapozza meg. Olyannyira nem tudtak erre választ adni, még azt a kérdést sem tudták megválaszolni, hogy vajon mit kap ezért a részesedésért, amit a kormány megvásárol a továbbiakban kormány mozgástérként. Tehát milyen lehetőségekhez jut figyelembe véve a társaság alapszabályát és sok minden mást is,
a kormány a későbbiek során. Azaz ezek a kérdések a bizottsági vitában teljes mértékben megválaszolhatóan maradtak. A kormány képviselő két államtitkár nem érezte magát följogosítva arra, hogy ezekről a kérdésekről a bizottság tagjai tájékoztatja, így a bizottsági tagok tájékozatlanok maradtak ezekben az ügyekben. És van egy harmadik kérdéskör, ami a bizottsági vitában markánsan fölmerült, és ez sem került a kormány képviselő által megválaszolásra. Ugye annak idején mi is részesei voltunk, előterjesztői és megszavazói voltunk annak a törvényjavaslat sornak, amely tulajdonképpen a MOL külföldi befektetővel szembeni védelmét biztosította. Részben ezen javaslatsorból következően, illetve részben ezen javaslatsor után meghozott alapszabálymódosításra támaszkodva 2008 áprilisától kezdődően, pontosan 2009 áprilisától kezdődően az orosz tulajdonost a MOL nem fogadta el olyan tulajdonosként, amely részt vehetett volna a MOL közgyűlésein, azaz nem tekintette átlátható tulajdonosi hátterű cégnek a Szurgutneftgyászt, és ilyen módon tartott távol a közgyűléstől, illetve a cég ügyeibe történő betekintéstől. A kérdés úgy merült fel a bizottság ülésén, és úgy merül fel most is, hogyha egy ilyen céggel szemben ilyen cégjogi eljárást alkalmazott a MOL, akkor ugyanezt a tulajdonos vajon a magyar kormány, mint az Európai Unió tagállamának kormánya, miért tekintette megfelelő szerződési partnernek? Azaz mi az a különbség, mi az a újonnan rendelkezésre álló információ, ami alapján egy Magyarországon bejegyzett nyilvános részvénytársaság nem tekinti a közgyűlésén részvehető partnernek egy társaságot, ugyanakkor a magyar kormány pedig szerződő partnernek elfogadja, annak tekinti, és egy meglehetősen részletes szerződés tervezetet aláír ezzel a társasággal, várva az országgyűlés jóváhagyását. Ez a három kérdés, a bizottság ellenzéki tagjai számára nem tette teljes mértékben elfogadhatóvá az előterjesztést, és az ellenzék részéről ez a kisebbségi vélemény megfogalmazása kerületet. Köszönöm figyelmüket! Akkor most elkezdjük a vitát. Előre bejelentett felszólalóként elsőként Józsa István képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az előterjesztés célja, leírtak szerint, a nemzeti vagyon gyarapítása, az energiahatékonyság, valamint az energiabiztonság növelése. Az, hogy a energia stratégiai kérdés, abban nincs vita közöttünk. Az a kérdés, hogy milyen stratégia mentén valósítja meg a kormány, valósítja meg az országgyűlés ezt a stratégiai célt. Miniszter úr a bevezetőjében nem tért ki az előzmények egy nem elhanyagolható elemére, a felkészítők nem írták föl önnek, hogy a magyar állam MOL-ból való kivonulását azt még a Fidesz kormány hozta a parlament elé, ő döntötte el, hogy felszabadítja a privatizációs törvényben a MOL 25%-os paketjét. A szocialista liberális kormány ezt a Fidesz határozatot folytatta és valósította meg. Hogy mi erről az én személyes véleményem, az nem biztos, hogy mértékadó itt a mai vitában, én akkor se értettem ezzel egyet. Tehát, hogyha azt a helyzetet nézzük, hogy most a magyar állam 25% fölötti tulajdonosi pozícióba kerül a MOL-ba, és személy szerint azt tudnám mondani, hogy ez lehet egy támogatható stratégiai cél, annak minden egyes elemével együtt, amivel egy 25% fölötti tulajdonlás járhat. Ugyanakkor ennek az előterjesztésnek az indoklásában, ami szerepel, hogy javuljon az energiabiztonság, ez nehezen igazolható, ugyanis nem volt veszélyben. Tehát ez a 21%-os pakett, ami a Szurgutneftgyász kezében volt, egyetértek Veres János miniszter úrral, hogy egy megoldatlan kérdés, de akár növelhette volna a MOL-nak a mondjuk nyersanyag ellátási biztonságát. Az egyik legnagyobb nyersolaj kitermelő Oroszországban a Szurgutneftgyász. A honlapja szerint a tőketartaléka 40 milliárd dollárt meghaladja, tehát nincs szüksége olyan nagyon erre a
bevételre, tehát nem értjük, hogy miért és miért most került sor erre a vásárlásra. Ami miniszter úr igyekezett igazolni, hogy nem ár fölött történt, de azért ahhoz képest, amennyiért 2,5 évvel ezelőtt megvették ezt a pakettet, ahhoz képest azért 40% felár van. A repülőtért 25%-át most a eredeti 465 milliárdos 75%-os pakett eladásához képest kevesebb, mint